képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Novák képviselőtársam szelektíven olvassa jegyzőkönyveket. Azt a jegyzőkönyvet tovább kellett volna olvasnia, amiből idézett, de ebben most nem megyek bele. Néhány apróság. Biszku Béla meghívását nem szavaztuk le. Egy nem szavazat volt, a fideszes képviselők egyhangulag tartózkodtak, hogy pontosítsuk. Nem szavaztuk le. Ugyanakkor nem értettünk egyet azzal, hogy hívjuk meg Biszku Bélát, éppen azért, amit Pálffy képviselőtársam már elmondott, és egyébként ezzel kapcsolatban igenis, emberként és nem robotként ülök a bizottsági ülésen, nem Biszku Bélával éreztem együtt, hanem a lányaival érzek együtt. És megértem azt, hogy a lányai így viszonyulnak az apjukhoz. Ugyanakkor én is szívesen látnám Biszku Bélát és a hasonló bűnösöket a bíróság előtt, mert ott lenne a helyük. Ezzel kapcsolatban azt is szeretném megegyezni, hogy nem igaz az, hogy mi semmit nem tettünk meg azért az elmúlt 20 évben, hogy mondjuk ezeket az embereket bíróságére lehessen hozni. Most először van alkotmányozó többségünk, és mondjuk soha nem tudtunk olyan jogi feltételeket teremteni, hogy az elmúlt rendszer tényleges bűnöseit bíróság elé citáljuk. Egy másik kérdés, hogy ennek most az alkotmányos feltételeit meg lehet teremteni, vagy nem, ezt majd eldöntik azok, akik az alkotmányozási folyamatban részt vesznek. A kommunizmus... Ami nagyon fontos, hogy azért ne állítsuk be itt úgy a dolgokat, mint hogyha ezt az egész Biszku ügyet, amiről egyébként most nem kéne beszélnünk, mert nem a Biszku ügyről van szó, hanem arról van szó, amit Répássy államtitkár úr elmondott, egy sokkal nagyobb jelentőségű kérdésről. A Biszku ügy csak a kirobbantója volt ennek az egész kérdésnek. De ha már a Biszku ügyről beszélünk, Novák képviselő úr, mindaddig, amíg én itt napirendre föl nem álltam egyik hétfői napon, és el nem mondtam azt, hogy elfogadhatatlan az, hogy betiltják a BISCO filmet, azt sem tudta, hogy a film létezik. Én meg 2 éve folyamatosan tárgyalok Novák Tamással, a film egyik rendezőjével. Önök, illetve nem önök tették meg azt, hogy ezt a filmet most be lehessen mutatni, és most is be lehet mutatni, tisztelt képviselőtársam, az Uránia folyamatosan játszotta is az elmúlt héten. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Répássy Róbert államtitkár úrnak adom meg 2 percre a szót. Köszönöm a szót. Novák előtt képviselő úr és a Jobbik képviselő csoportjának a figyelmét. Arra szeretném felhívni, hogy azért is szükséges ezt az alkotmány, az új alkotmány előkészítése során rendezni ezt a kérdést, mert többek között az Országgyűlési Bizottságok vizsgálati tevékenységéről szóló törvény a mai napig nem született meg. Nem egy könnyű kérdésről van szó. Az Alkotmánybíróság mulasztásos alkotmánysértést állapított meg ebben az ügyben. Többek között olyan kérdésekről van szó, hogy vajon az önvádra kötelezés tilalma az érvényesülhet-e az Országgyűlési Bizottságok vizsgálati tevékenysége során is. Tehát éppen az az eljárás, amelyet ajánlott Novák előd, az egy alkotmányellenes eljárás, mégpedig az, hogy miközben a büntetőeljárásban megtagadhatja a vallomástételt bármely gyanúsított, egy országgyűlési bizottság előtt, Novák előd értelmezésében köteles lenne feltárni a tényeket. Ez egy olyan ellentmondás, amelyet alkotmányos szinten kell feloldani. Hogy nagyon egyszerűen tudjam Novák előd által felvetett dilemmát megválaszolni, kérem, vegye azt figyelembe, hogy az Országgyűlési Bizottság az nem az inkvizíció szerve. A büntető törvénykönyv módosítása, amelyet ön ostorozott, egyébként megoldást nyújt erre a problémára. A nemzeti szocialista és a kommunista rendszerek által elkövetett bűnök nyilvános tagadása, rövidesen, amikor hatályba lép ez a törvény, ez büntetendő cselekmény, egyébként ezt nem szavazta meg a Jobbik képviselőcsoportja, tehát amennyiben Biszku Béla vagy mások megismétlik azokat az állításaikat, amelyek a kommunista rendszerek által elkövetett bűnöket tagadják, vagy azokat jelentéktelen színben tüntetik fel, akkor ezek alapján a vádhatóság valóban bíróság elé állíthatja. És még egy megjegyzésem, hogy a véleménynyilvánítási szabadság ma is korlátozható, az Alkotmánybíróság szerint, mégpedig az emberi méltósághoz való jog elsődlegessége a fő szabály. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most Pálffy István képviselő úrnak adom meg 2 percre a szót a Kereszténydemokrata Párt képviselőcsoportjából. Képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Fontosnak tartom hangsúlyozni, amit L. Simon László képviselőtársa mondott, hogy nem szavaztuk le. A bizottságban tartózkodtunk. Hogy magam részéről miért tartózkodtam, elmondom Novák elődnek, képviselőtársam, azért, mert bár ön pellengérre akarja állítani Biszku Bélát ebben a bizottságban, ugye az a helyzet, hogy koránál fogva pellengére ültetni, vagy pellengére fektetni se tudná. Sajnos ez a probléma. Ugyanakkor abban messze menőleg partnerek vagyunk, hogy találjunk olyan alkotmányos megoldást arra, amit fölvetettek, hogy olyan volt állami vezetők kiemelt nyugdíját megkurtítani, vagy józan határok közé szorítani, amelyekhez jogalap megtalálása után kétharmados többséggel módosító indítványt tehetünk. Úgyhogy ebben messze menőleg partnerek vagyunk, a tartalmi észrevételére pedig, hogy ne volna kutatható a holokauszt ezen javaslat alapján. Hát ugye nyilvánvaló, hogy sajnos történelmi múltunk kiemelkedő, idézőjelben sötét kiemelkedő eseménye. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Gyüre Csaba képviselő úrnak adom meg 2 percre a szót a Jobbik képviselőcsoportjából. Képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház. Hát nagyon megdöbbentem a 2 hozzászóláson, amit hallottam. Itt elsősorban az L. Simon László úrén és a Répássy Róbert képviselőtársam hozzászólásain. Hát Répássy államtitkár úr elmondta azt, hogy mi nem szavaztuk meg a 3 csapás törvényt, valóban nem szavaztuk meg, ezt is elmondtuk a bizottság ülésen. Részletesen kifejtettük azt az álláspontunkat, hogy bizony mi az alkotmány ellenesség miatt nem szavazzuk meg, hiszen a Fidesz egyszerűen nem volt hajlandó kivenni ebből, ami általunk alkotmány sértőnek tartott szakaszt, amely a holokauszt tagadás büntethetőségére vonatkozik, és mivel a Jobbik ezt már a programjában is részletesen kifejtette, illetve azóta is számtalanszor elmondtuk és hangsúlyoztuk, hogy mi ezt nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a holokauszt tagadás az benne legyen a büntető törvénykönyvben, és egy történelmi eseményt büntető jogilag annak a tagadását büntető jogilag vonják felelősségre. Ez véleményünk szerint súlyosan alkotmánysértő, a véleménynyilvánítás szabadságát, a szólásszabadságot mélyen érinti. Ezért nem szavaztuk meg, ezt egyébként Répássy képviselőtársam is nagyon jól tudja. Az L. Simon László úrral pedig azért nem értek egyet, mert kifejtette itt az együttérzését a Biszku család gyermekeivel, illetve ha ez a Fidesznek a hivatalos álláspontja, én nagyon meg vagyok döbbenve ezen, hiszen én azt láttam például, hogy az elmúlt 3 esztendőben a magyar gárda tagjai, azok mindent megtettek itt a magyar nemzetért, ott voltak a gátakon, minden katasztrófa eseménynél ott voltak, velük senki nem érzett egyet a jelenlegi kormánypárt tagjai közül, senki nem volt az, aki az ő gyermekeiket azért félteni, mert nekik 50 000 és 100 000 forint büntetést kell azért fizetni, amért kimertek állni, szembe mertek szállni egy olyan rezsimmel, amely teljesen alkotmánysértően itt Magyarországon a véleménynyilvánítás szabadságát és a gyülekezési jogot sértette. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr. Most Menczer Erzsébet képviselőasszonynak adom meg a szót a Fidesz képviselőcsoportból, 2 perces hozzászólásra. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Egyrészt én szeretném, hogyha előterjesztésünk kapcsán a tárgynál maradnánk, és arról tárgyalnánk, amit képviselőtársaimmal mi határozati javaslatban megfogalmaztunk. Én nagyon örülök, hogy Novák képviselőtársam felhozza, hogy mi történt egy korábbi bizottsági ülésen. Szeretném, ha a saját frakciótársait tájékoztatná, hogy az ön viselkedése miatt mentem ki, mert minősíthetetlennek tartottam, és ezt a mai napig fenntartom. Olyan emberként, aki a múlt rendszernek minden poklát a szülei révén végigjárta, azt gondolom, hogy azt mondani, hogy mi nem képviseljük a magyar nemzet érdekeit, enyhén szólva túlzás. Én a bizottságülésen is elmondtam, de képviselő úr az önéletrajzomból elolvashatja, hogy a szüleim 10-10 évig voltak a gulágon politikai elítéltként. Örülök, hogy bekiabál, én ezt nem teszem meg. De inkább beszéljünk arról, hogy ön azt mondja, hogy a kormány nem csinál semmit, vagy hogy mi a bizottságban nem csinálunk semmit. Az albizottság 1 hete jött létre, ön is a tagja, és konkrét témák vannak, amiben már dolgozunk. 1 hét alatt azt gondolom, hogy 8 év elmúlt kormányzásának az ügyeit nem lehet feltárni. És az sem igaz, hogy nem lehet hozzájutni a jegyzőkönyvekhez, hiszen ön ugyanúgy, mint ahogy mi mindannyian bizottsági tagként, hivatalosan a parlamenti e-mail címünkre megkapjuk a jegyzőkönyvnek a szó szerinti kivonatát, úgyhogy azt gondolom, hogy elolvashatja a képviselő úr a jegyzőkönyvet. A tartózkodásunkkal pedig tegnap a bizottsági ülésen azt jeleztük, hogy Biszku Bélának nem a kulturális és sajtóbizottság előtt van a helye, hanem valahol egészen máshol, ahogy a bizottsági elnök úr elmondta. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Most 2 percre Volner János képviselő úrnak adom meg a szót a Jobbik képviselőcsoportjából. Képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Enyhén szóval furcsának találom Répássy úr szavait. Először is Répássy úr alkotmányellenesnek tartja, hogy egy parlamenti bizottság behív valakit. Most Répássy úr, az lenne alkotmányellenes, hogyha bármilyen kényszerrel arra próbálnánk mi ezt a Biszku Bélát kényszeríteni, hogy tegyen tanúvallomást maga ellen. Nem erről volt szó, arról van szó, hogy önök még azt is meg szeretnék akadályozni, hogy egyáltalán behívható legyen, és mindezt mire való hivatkozással teszik meg? Arra, hogy az áldozat az valójában Biszku Béla volt, a kommunista bűnös, és hát féltjük a családtagjait attól a lelki megrázkódtatástól, amit egy ilyen beszélgetés okozna a számukra. Hát Menczer Erzsébet, öntől kérdezem ezúttal. Hát ha ön arra hivatkozik, hogy milyen viszontagságok érték a szüleit, én elhiszem önnek, de akkor nem lát ebben ellentmondást, hogy most hirtelen az áldozat, az tulajdonképpen a bűnösnek a valamilyen leszármazottja lesz és családtagja. Egyelőre a mellébeszélés zajlik az önök részéről, ön arra hivatkozik, Répássy úr, hogy a Jobbik nem szavazta meg a kommunizmus bűnöseinek megbüntetését. Holott arról volt szó, hogy önök meglehetősen arcátlanul egy olyan salátatörvényt terjesztettek elő, amelyben össze nem illő dolgok voltak. Ott volt a 3 csapás és a holokauszt tagadása egyben. Hát egy ilyen törvényjavaslatra, egy ilyen össze nem illő fércmunkára természetes, hogy egyetlen demokráciában gondolkodó, a véleménynyilvánítás szabadságát komolyan gondoló párt sem mondhat igent. Én azt kérem öntől, hogy ezt a negatív stigmatizálást egyszer és mindenkorra fejezze be a Fidesz kormánytöbbség, lehetőség szerint ne egy ilyen összefércelt, rohamunkában összedobott salátatörvény nyújtson be, hanem olyan törvényjavaslatokat terjesszen elő, amelyek egymással összefüggenek és összetartoznak. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr. Most 2 perces hozzászólásra L. Simon László képviselő úrnak adom meg a szót a Fidesz képviselőcsoportból. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Néhány dologra szeretnék reagálni. Jobbik padsoraiból bekiabáltak, hogy Pálffy képviselő hozzászólása közben, hogy ha az idős Biszku Bélát nem lehet behívni, akkor miért lehet mindenhova 90 éves nácikat beidézni. Tisztelt képviselőtársaim, elmondtam tegnap a bizottságülésen is Pörzse Sándornak, hogy mi közöttünk nem habitusbeli különbség van, hanem a jogállamisághoz való viszonyunkban van különbség. Ezt tessék megérteni. A 90 éves náci bűnösök esetében jelen pillanatban van jogalap arra, hogy üldözzék őket. Mi pedig arról beszélünk, hogy a 90 éves kommunista bűnösök esetében nincsen erre jogalap. Ez nem jelenti azt, képviselőtársam, hogy végre megértsék, amiről beszélünk, hogy mi a jogállamiság meg a hőbörgés közötti különbség. Ez nem jelenti azt, hogy mi ne szeretnénk, hogy legyen jogalap. Ne a fejét fogja Gyüre képviselőn, figyeljen arra, amit mondok. Hogy nem azt szeretnénk, hogy ne legyen jogalap, sőt, azt szeretnénk, hogy legyen jogalap. De akkor lehet egy 90 éves kommunista bűnös beidézni, ha megvan rá jogalap. Először teremtsük meg a jogalapot. És itt nincs köztünk vita, mi is azt szeretnénk, hogy számon kérhetőek legyenek. De nem lehet megfordítani a dolgokat, ezért mondom, hogy a jogállamisághoz igenis ragaszkodnunk kell. Az együttérzéssel kapcsolatban Gyüre képviselőtársam nem érti, amit mondtam. Én a magyar gárdista szülőknek a gyerekeivel is egyetérzek. Sőt, az ön gyerekeivel is, hogyha vannak gyerekei, együttérzek. Tehát tessék megérteni, amit mondok. Nem azt mondtuk, hogy a bűnös nem bűnös, nem azt mondtuk, hogy a bűnös áldozat. Hát amit itt Volner képviselőtársam mondott, az egyszerűen zagyvaság. Hát ki állította azt, hogy áldozat Biszku Béla? Hát mondott ilyet Répássy képviselő úr, vagy mondtam én, de hogy mondtunk. Azt mondjuk, hogy Biszku Béla bűnös. Csak azt szeretnénk, hogyha ezt a jog is mondhatná, nem csak az erkölcsi ítéletünk. Tegnap mondjuk a társadalmi normáknak mondjuk a distanciájáról beszéltem a bizottság ülésen, némi jog